olyan egészen egyszerűen, hogy a szerénység nem pálya. Egy kicsit erről is szól a BMW X-em. Ez itt az Autósámán csatorna, és gyertek, ismerjük meg együtt a legellentmondásosabb BMW-t. Ez az X-em. Fő támogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség. Szóval valójában ez nem egy X5-ös, nem egy X7-es, és nem is egy iX. Ez egy teljesen önálló entitás, amelyet az M GmbH csinált. Ugye az M az a BMW-nek a motorsport részlege. Ez mindösszesen csak a második autójuk, de az hogy lehet? Hát pont úgy, ahogy az előbb mondtam, hogy ennek nincsen előzmény modellje. Azt mondták az MS csapatnak, hogy srácok, csináljatok egy olyan autót, ami eddig még nem volt. És így jött létre az XM. És hogy miért a második? Azért, mert az első autójuk nem más volt, mint az M1. Az isteni ős, ami nagyon más volt, mint ez. Hú, srácok, ez az autó egyébként tele van ellentmondásokkal, olyan ellentmondásokkal, amelyek a nap végén azért összesimulnak, majd ezekre mindjárt fényderítünk, de hát nézzük meg ezt a gyönyörű jószágot így szemből, tehát már tudjuk, hogy az M Motorsport részleg gyártotta, az elején büszkén is hordja, hogy ő az XM. Ez a hatalmas méretű orjuk hűtőrács világított. Itt körbe, itt fut a LED csík, és hát hogyha innen is, meg onnan is, meg amonnan is megnézitek, az jön le, hogy ez egy hatalmas autó, több mint 5 méter hosszú, 5,1 méternél is nagyobb, és egyébként ezzel a méretével egy picit kisebb, mint egy X7-es, de a tengely távolsága megegyezik azzal. Sok dolgot örökölt az elektromos BMW-ktől, az iX-től, azt, hogy például nem olyan magas, mint egy nagy X7-es. És egyébként a hajtásláncában is van valami, ami elektromos, erre egy kicsit később visszatérünk. Szóval, hogyha végigmegyünk az autón, akkor látjuk, hogy ez egy nagyon feltűnő dolog. Az elejét azt már ugye megnéztük, de azért még egy pillanatra. Itt van a helyzetjelző, itt van a megosztott fényszóró, a világított hűtőrácsról beszéltünk. Érdekes módon, amikor belenéztünk, nem láttuk az aktív lamellákat, mert valószínűleg ez a motor, amelybe olajat is kell cserélni, később kitérünk rá. Szóval ez a motor igényli a levegőt. Plusz alul egy plusz olajhűtőt kapott, ami az a motorsportos, az MS motoroknál, illetve az S-kódjelű motoroknál kifejezetten szokás, külön olajhűtővel dolgozik. Szóval, hogyha csak innen is belenéztek, akkor azt látjátok, hogy a színekkel is játszanak. És ez a játék végigmegy, ez egy ilyen arany-kék színű párosítás, de ezek a díszcsíkok itt végig, ezek lehetnek különböző színűek, és ezáltal is teljesen egyedi autót lehet gyártani, arról nem is beszélve, hogy rögtön az elején lehet látni, hogy ez a felnyit, ami egyébként feláras, 23 colos. A hajtásláncról árulkodik, hogy itt van egy betöltőnyílás, ahol a Type 2 csatlakozik föl. Később beszélünk róla. Nagyon hosszú autó, hatalmas tengelytávval, hátulra megérkezve is, tele van extrém részletekkel. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez így jó. Sokan azt gondolják, hogy ez az autó túl extrém, meg csúnya, meg nem jön be, de nem ez a lényeg, ne így gondolkozzatok rajta, vagy róla. Ennek az autónak az üzenete az, hogy különbözök, hogy más vagyok, hogy sikeres vagyok, például mondjuk Szoboszlai Dominiknél el tudnék képzelni egy ilyen autót, amely hátulról talán legjellegzetesebb módon erről az egymás fülé alá beépített négy kipufogóról ismerhető föl, amelyek mögött valódi csövek vannak. És hogyha majd közelebb jössz, megmutatom neked a visszautalást az ősre, ugyanis innen hiányzik egy logó, a BMW logó, de helyette van lézer gravírozva kettő, egy-egy oldalanként. Pontosan úgy, ahogy a régi M1-en is volt. Csak ott még igazi logók voltak. Nekem az elmúlt pár napban már teljesen megszokta a szemem ezt az autót, főleg azért, mert vezetni, meg benne lenni, az egy egészen más élmény. Egyébként a környezetemben, ahogy éppen vezetek, folyamatosan jöttek a visszacsatolások, és mindenki kb. Ezt mutogatta, na meg így. Ami nem tetszik benne az az, hogy ezek a, hát az, a belsőben zongor alakként definiált furcsa, ilyen nagyon fényes felületű fekete műanyagok, olyan furán hatnak nekem. Az értem, hogy a design ezt kiadja, én nekem ez egy kicsit kényes részlet ebben az autóban, de én már megszoktam. Nekem nagyon bejön. A BMW X-em mindösszesen csak 5 üléses lehet, az X7-essel ellentétben. Csomagtartó, terebélyes 530 liter,
És nézd, milyen szép kis elegáns táskában érkeznek meg a kiegészítők. Kapsz egy ilyen szép XM-es táskát, amelynek a tartalma utazópárnák. Ez az autó ellentmondásosságával lesz kapcsolatban, és a töltőkábelek, amelyek a plug-in hibridséggel vannak ugye összefűzve. És hogyha megnézitek, ez egy magasan lévő pakoló rész. És hát azt hinnénk, hogy talán nagyobb is a csomagtér, de azért nem nagyobb, mert ennek az autónak az elektromos meghajtásáról egy 25 kWh-s akkumulátorpak gondoskodik. Kicsit ugorjunk vissza az időben, 25 kWh, azt mondjuk egy 10 évvel ezelőtt egy elektromos autónak a teljes elektromos pakja volt. Ez pedig itt a plug-in hibrid kiegészítő hajtás, és azért van ilyen magasra húzva, mert ez a rengeteg akkumulátor, amely egy autót elfoglal 10 évvel ezelőtt, az most itt elfér. Szóval ez egy M-es autó, tehát M-es módon is kell tudni vezetni. Hatalmasak a kerekek, erről beszéltem, 23-colosak, viszont nem légrugós, mert azt mondják, hogy a csavarugókkal jobb vezetési élményt lehet előállítani. A kerekek viszont hátul is kormányozhatóak, tehát el tudnak fordulni, ezáltal is kicsit csökkentve a fordulási sugarakat. Ha kicsit előrébb kúszunk, a kilincsek fixek, nem az ajtóból kiemelkedők, de már itt is lehet rajta látni, hogy tele vannak mintákkal, ezzel a rombusz mintával, amivel játszik a BMW. Ezek MS tükrök, szeretjük őket, más BMW-kről, MS BMW-kről már ismerősek. És hogy ide jöttök az első töltő fedélhez, akkor azt is el tudom nektek mondani, hogy ez a 25 kWh-s akkumulátorcsomag, amely egyébként 80 kilométernyi elektromos autózásra elég. Itt tölthető váltó áramról 7,4 kW-tal. Hogy miért nincs benne egyenáramú töltő? Azért egyszerűen, mert nincs rá szükség, mert vagy otthon föltöltöd, az autópályázás során meg nem állsz le egyenáramú töltővel dolgozni, úgyhogy itt tudod föltölteni 7 kW-tal. Na de jöjjön a legjobb rész! Nem igaz, a hajtás legjobb része, mert a kényelemnek is van legjobb része. Szóval a hajtás legjobb része nem más, mint egy sportmotor, méghozzá egy 4-4-es, V8-as. Tadám! Az M Motorsporttól beszerelve. Ez a változat, ezzel a V8-as motorral és a közel 200 lóerős elektromos hajtással 653 lóerőnyi rendszer teljesítményt tud letenni az aszfaltra, természetesen négy keréken keresztül. Az elektromos meghajtás az a váltóházba van építve, tehát azon keresztül dolgozik, tehát az is tudja mind a négy kereket hajtani, tehát 653 lóerő, 8 henger, V-motor, középen vannak a turbók. Voltak gondok a BMW házatáján ezzel a motorral régebben azért, hisz a hengersorok közé rakott turbók azok tudtak melegedni. Most arra azért már ezeket ki tudták küszöbölni, tehát ez egy S kódjelű motor, pazar, csodálatos, de ennek az autónak lesz még egy vaddisznóbb változata, az a piros címkés, így fogják majd hívni, az közel 100 lóerővel lesz erősebb, ez 800 Nm tud, az a változat már 1000 Nm-t fog tudni, és 744 lóerőt, ez 4-3, az meg szerintem olyan 3,8 másodperces gyorsulásra lesz képes. Közel 2,8 tonnás saját tömeggel. Ritkán van olyan, hogy az első sorban kezdünk egy autótesztet, mert ide szoktuk megérkezni, ez a legjobb rész általában egy autóban, de én azt gondolom, hogy most a hátsó egy picit még ennél is jobb. Ha egy MS autóról beszélünk, akkor mindenki azt várná, hogy itt egy ilyen nagyon fokozott sportosságot fogunk tapasztalni. Kagylóüléseket, szénszál berakásokat, az ülés maga lehet, hogy versenyülés is szénszálban van, mint például az M8-ban vagy az M4-ben, nézzétek meg azokat a videókat is a csatornán. Valójában, ami kifejezetten sportos ebben az autóban, az a kormány. Az M1, M2 gombbal és ezzel a két váltófüllel, amelyre egy kis szénszál berakás jutott. Ez abszolút atomsportos. Az összes többi pedig elkezd balanszírozni a luxus, az elegancia, a különlegesség és a sport között. Például az ülések
elképesztően gyönyörűek, mégis azért van komoly oldaltartásuk, érzed, hogy ebben azért lehet sportolni, de ez nem szélsőséges. De ha megnézed ezeket az anyagokat, ezt például antikolt bőrnek hívja a BMW is, ha jól emlékszem, ezt most használják először. Végig alkantarra fut, ezt korábbról már ismerjük az individuál modellekből. Pazar, elképesztően gyönyörű és jó benne lenni. Mindenhol szénszállal találkozom, de ezek az opciók ugye változtathatók. Előttem a már megismert két hatalmas kijelzőből álló, de nem túltolt infotainment rendszer, amely nagyon-nagyon jól működik, és millió beállítás van az autónak, hadd ne soroljam végig. Ez egy M modell, tehát gyakorlatilag a négy kerékhajtás milyenségét, a kipufogó hangot, a váltás agresszivitását, a sportosság minden egyes elemét lehet állítani, és mindenről le tudsz magadnak adatot is kérni. Szóval ez itt elől elképesztően pazar, de már valamit sejtett abból, hogy ez az autó nem kőkemény sportautó, nem egy M4-es, vagy nem egy M8-as, hanem itt valahol máshol van a hangsúly, és ez a valahol egy sorral hátrébb van. Milyen egy Isten kísértés azt mondani, hogy egy M-es autóban hátul ülni a legjobb. Hogy egy M-es autóban úgy jó hátul ülni, hogy sofőrt foglalkoztat, hogy vezessen helyetted, mert te ide hátulra ebbe a kényeztető padsorba vágysz, ahol fölötted a tető, meg az egész kárpit, meg az egész ülés, és minden, ami körbevesz, egy nagyon minőségi szórakozóhely, VIP klubszobáját juttatja az eszedbe, ahol leülsz, chillelsz, jól érzed magad, mindened megvan, design elemek vesznek körbe, hangulatvilágítással, ezek a háromszögek és rombuszok térben, mint egy plasztika, mint egy műalkotás vesznek téged körbe, és ezért feláldozza a BMW az üvegtetőt, a nyitható tetőt, mert azt mondja, hogy ez a design elem fontosabb. És éppen gyorsan mondjuk még el, hogy ennek az autónak azért az ügyfélköre valószínűleg az Egyesült Államokban lakik, ahol gyártják is, valószínűleg az arab országokban lakik, valószínűleg Kínában lakik, és Európában is lakik, de minden 10 autóból 1-2 lesz csak szerintem európai. Az, hogy ezek az ülések, amiket egyáltalán nem várnál ide, ilyen kényelmesek és ilyen hívogatóak, úgy, hogy fölfut az ajtó oldalára is az ülés bőr részéből valamennyi, és finoman, puhán kárpitozott, hogy be tudj ülni így, és a kezedben egy pohár finom itallal tudj beszélgetni a melletted ülővel bármiről is, hát ez egészen elképesztő és meglepő. Mert ez az autó, ezt itt, mint egy hatalmas meglepetés bomba tette le nekem. Ez az iX-ből érkezik ez a hangulat, és értitek, amikor azt mondtam, hogy az ellentmondások autója, hogy ez valóban az. Egy V8-as plug-in hibrid, M sportmodell, M modell, amelynek a hátsó része olyan luxus kínál, mint egy 7-es BMW. Hát a világ ma így forog. Nem kellenek ide karbonülések, nem kellenek ide kikönnyített grammok. Egyszerűen, amikor az ember vezet, csak jól szeretné magát érezni, és ebben az autóban piszok jól érzed magad, itt hátul is. Nem, nem, nem. Nehogy azt hidd, hogy ezzel az autóval sportolni akarsz, noha egyébként, olyan 48 voltos rendszer dolgozik benne, ami a kanyarodásnál az oldaldőlését minimalizálja. Ez a V8-as motor arra szolgál, hogy mindig ott legyen a kellő tartalék, és hogyha olyanod van, akkor elrúg neki. M2-es gomb megnyomva. Kipörgésgátló off, MDM, 4WD, sport. Sebességbe rakva, váltófülek felkészülve, fékgáz. 10! Három tonna! De nem akarod elrúgni neki, mert nem arról szól. Tehát ez egy cruising autó, és ezért beszélek arról, hogy ez ellentmondások autója. Mert az MGMBH-t csinálja, de inkább cruzolós, mintsem vadállatias ösztönökkel bíró.
nagyon gyakran és nagyon sokat megy elektromosan. Ugye mondtam, hogy 25 kWh az akkumulátorpak, ezzel 80 km tud elektromosan menni. A vételáráról még nem beszéltünk, 71-től indul és szépen megy fölfelé, bár sok minden már nem lehet beletenni, ilyen design dolgokat lehet, mint például ez a bőr. De mondjuk ez ilyen 75 milliós autó. De többnyire úgy fogsz vele közlekedni, ahogy én is most, szépen, megfontoltan, nyugisan, és hogyha mondjuk meg kell előzöd a hármas úton egy buszt, meg egy smartot, mint nekem tegnap, akkor megnyomod az M1-et, lepadlózod és megindul az egész. De nem akarsz vele vadul kanyarogni a pilisben, mert nem erről szól az autó. Élvezetesen vezethető, nagyon-nagyon jól lehet vele mindent is csinálni, csak nem akarsz. És pont ez a lényeg. Tudod, hogy van, de nem akarsz. Ennyi fért bele a mai tesztünkbe a BMW XM-ről, és el kell, hogy mondjam nektek, hogy fenntartásokkal voltam ezzel az autóval kapcsolatban, amikor elkezdtük, még amikor megérkezett hozzám, de most arra pontosan értem a BMW-nek a bátorságát, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon elismerem, és megsüvegelem azt a bátorságot, amivel azt mondták, hogy olyat csinálunk, ami nagyon keveseknek fog elsőre tetszeni, de azok viszont nagyon jó autót kapnak. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, like, iratkozz fel, csengetjük bekapcsolni a YouTube-on, Facebook, Insta és a TikTok is vár rád. Köszi a munkát Mateosznak, Vininek a technikai segítséget, a Sámán búcsúzik, szevasztok, aloha!